remek mű, világhírű, zseniális, az egyik legnépszerűbb és legtöbbet játszott. Nincs karácsony bohém élet nélkül, és nincs bohém élet közönség siker nélkül. Van, hogy a közönség megtapsolja ezt a díszletet. Az ifjúság mítosza Puccini legendás szerzeménye az Operaház színpadán. Puccini operája igazi decemberi sláger, hiszen télen játszódik, legalább a színpadon esik a hó, sőt a második felvonásban még a karácsony estét is megünneplik. Legendás, mert több mint 125 éve mutatták be először, és legendás azért is, mert az operában az eredeti 1937-es Nádasdy Kálmán rendezésben, és Olá Gusztáv díszletében szerepel a mai napig karácsony idején a repertoáron. Az Operaháznak nem kötelező mindig elővenni, viszont hogyha előveszi más rendezéssel, akkor köteles ezt is játszani. És igazán megérdemli. Valahol az operátnak az egészéről szól, aminek van egy lenyomata még, amit őrzünk, mint egy nagyon veretes bélyeget. A nyitókép a lerongyolódott padlásszoba Párizs háztengere fölött majd 100 éve változatlan, ahogy a darab összes többi helyszíne is. A kézzel festett vászonkapuk és fatartó elemek rendíthetetlenül kitartanak. Olá Gusztáv tervezése pedig effektek és technikai újítások nélkül a maga párizsias valóságával szólítja meg a közönséget. És a zene is varázslatos, melynek minden dallama és harmóniája összhangban van a történettel, és tökéletesen festi a szereplők jellemét is. Puccini az olyan volt, mint a mi Molnár Ferencünk. Tehát, hogy nagyon tudta a színpadot, és nagyon tudta, hogy minek milyen hatása van. Éppen ezért műveiben semmi sincs véletlenül. Lassú, elmélyült munkával dolgozta ki az operáit. Alkotói munkája a témakereséssel kezdődött, miután befejezte egyik operáját, már is a következőt kutatta. Ahogyan tréfásan mondta, szenvedélyesen vadászom librettókra, nőkre és vadkacsákra. Önmagában a Puccini zenéje az egy két ütem alatt felismerhető, annyira átütő erejű és annyira gazdag, hogy természetesen ez egy teljesen egyedi, egyéni világ. A történet az 1830-as évek Párizsát idézi. Az akkori kallódó fiatal művészek életéből ragadt ki vidám, keserédes és tragikus pillanatokat, melyek egy költő és egy varró lány szerelme köré csoportosulnak. A közönség megismerheti a négy bohém lelki világát is, melyet átsző a szertelen fiatalság, a művészlét rögös útja, az elhivatottság, a vágyakozás, a mulatozás és a szerelem. A fiatalos könnyedség, a bohókás lebegés azonban nem tart örökké. A halállal való találkozás pecsételi meg azt, ami akarva-akaratlan ott van a mindennapokban. Apró kis dolgokban, a meleget adó papírlapok hamvadásában, a kihunyt gyertyatartó olvadó viaszában, a szoba sötétjében, a szerelemben és az emberi élet törékenységében. A bohém élet népszerűségének oka talán abban az érzékeny zeneszerzői attitűdben van, ahogy Puccini az alaptörténethez viszonyult. Minden jelenetet hihetetlen dallamgazdagság jellemez. Az áriák zökkenőmentesen, nagy drámai hatással jelennek meg a gyors iramú dialógusok közepette. A közönség teljes mértékben azonosulhat a szereplőivel, így a végső tragédia olyan torokszorító, ami erre a korabeli operák között nincs példa.